Ligeti Bernadette már találkozhattak a Travel Expert nézői, amikor is Cancunból jelentkezett a barátnőjével, Rimai Dalmával. Betty most itt van velünk személyesen, itt a stúdióban. Szervusz Betty, nagyon örülök, hogy itt vagy. Következő percekben tehát vele beszélgetek a Pink Dreams Tours egyik tulajdonossával, mexikói idegenvezetővel. Betty, milyen szezon zártatok? Hát buenos dias, Ernő. Buenos dias, Betty. Hát érdekes erre válaszolni, hogy milyen szezonunk volt, mert hogy nem volt rossz. Tehát, hogy abszolút várakozáson felüli volt. Mexikó abban a szerencsés helyzetben volt, hogy volt olyan időszak, amikor az egész világon 4 országba lehetett utazni, és ezek közül Mexikó az egyik volt. Ráadásul a 4 közül a legkönnyebben beutazható, és a legegyszerűbben látogatható. Úgyhogy emiatt nekünk úgymond szerencsénk volt a Covid-dal, sőt azt mondom, hogy hosszú távon még nekünk egy picit ez jó is volt, mert hogy nagyon sokan nyitottak Mexikó felé, akik korábban mondjuk Ázsiába utaztak, ahova még talán most se lehet menni, de Mexikó felé nyitottak, mert nem volt más nyitva, és rájöttek, hogy Mexikó csodálatos, szuper gyönyörű ország. Egyébként ehhez képest most van bármi változás a beutazást illetően? Nincs. Én hátradőltem, tehát az egész Covid alatt gyakorlatilag ugyanaz a semmilyen korlátozás nincsen Mexikóra. Egyetlen egy online kérdőívet kell kitölteni, amit a mexikói kormány kér, olyan színvonalú, hogy ugye nem vagy covidos. Tehát ez az egyetlen, amit ki kell tölteni, és körülbelül annyit néznek, hogy meglegyen, tehát hogy nem nagyon vizsgálják. Amire oda kell figyelni a mexikói beutazásnál, hogy nincs közvetlen Budapest-Cancún járat sajnos, lesz Bécs-Cancún októbertől, viszont mindenképp van európai átszállás, vagy európai, vagy török átszállás, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy a tranzit ország szabályait mindig meg kell nézni, de Mexikó az abszolút nyitva van, és nyitva is lesz 2 napja, az elnökünk mondta, hogy nem nagyon terveznek akkor az úgy is korlátozásokat, lesz. Igen. Egyébként bármi olyan elővigyázatosság megfigyelhetőként, tehát az emberek vigyáznak egy picit egymással, jobban odafigyelnek, vagy van bármi olyan helyi intézkedés, amiről nagyjából eszedbe jut, hogy egyáltalán van egy ilyen világjárvány, vagy az emberek úgy dolce vita van, és akkor úgy élik a mindennapokat. Van valami korlátozás, mi egy picit inkább ezt ilyen maszatolásnak hívjuk. Uh-huh. Tehát, hogy persze mutatjuk, hogy valamit tenni kell, nem ignoráljuk ezt a világjárványt, de tény és való, hogy nagyon-nagyon másképp éltük meg, és a médiában is nagyon másképp csapódott ez le. Oltanak, maszkot azt megkövetelik az üzletekben és az zárt tereken, de amúgy, ha az orrod kint van, azért nem nagyon szoktak szólni, tehát azért mondom, ilyen kicsit maszlatolás. Fertőtlenítőt nyomnak mindenkinek a kezébe, viszont ez is következetesen végig így fent volt tartva, hogy a maszkot a zárt tereken tömegközlekedésen szükséges használni. Fertőtlenítőznek, hőmérsékletet mérnek, és ennyi, és ez nem változott. Tehát nagyon könnyű észben tartani, hogy mire kell odafigyelni. Gondolom elég sok a magyar turista is. Volt esetleg olyan érdekes eset, amikor tudtatok nekik segíteni valamilyen okból kifolyólag, vagy kerültek olyan helyzetbe, amikor segítségre volt szükség, és ott voltatok nekik? Mindig kerülnek, természetesen ilyen mindig van. Vannak ilyen standard dolgok, miket kell vásárolnunk nekik, orvoshoz járunk folyamatosan velük, hogyha szükséges. Gyógyszereket viszünk, hogyha próbáljuk egyszerűsíteni ugye a helyzeteket. A Covid-nál egyébként pont volt nálam tömegszállás például, mert hogy ott azért voltak erőteljesen járattörlések, módosítások, és akkor volt, hogy 4 vendégemet is elszállásoltam, mert nyilván a bajban sok próbálunk. Sok jó embert is elfér. Így igaz. Nagyon sokszor vannak speciális kéréseink, hogy miket kell megoldani, ebből vannak a standardek, amikor mondjuk évforduló, esküvő, lánykérés, ilyenek vannak. Vannak a kevésbé standardek, általában megoldunk mindent. Most volt egy olyan, amit nem tudtunk megoldani, de ez csak az idő hiánya volt, hogy 10 darab 20 pezós vadi új bankjegyet kértek, aminek még a sorszáma is egymás után. Hát köszi! Körülbelül 2-3 napon belül, és akkor mondtuk, hogy tényleg próbálkozunk, de ezt így nem fogjuk tudni megoldani. Vagy olyan van, amikor mi mondunk nemet, hogy meg tudnánk oldani, de nem szeretnénk megoldani valamit Mexikóban, mert mondjuk ugye a filmek alapján azt látják, hogy ez egy veszélyes ország. Igen. Erre voltam kíváncsi, hogy volt-e bármilyen extra eset, amikor finoman szóval bajba keveredett mondjuk egy magyar turista olyan társaságba, ahová nem kellett volna, és kellett volna valamit tenni ez ügyben. Szerencsére ilyen nem volt, hogy bajba keveredett, de volt olyan turistánk, nem viccelek, aki azt mondta, hogy már pedig mi keressünk egy kartel embert, és ő a kartel emberrel akar a gépfegyverével
pózolni egy fotóra. Érdekes. És erre azt mondtuk, hogy ezt inkább szerintem nem kéne erőltetni. Igen. Yucatán félsziget, ez nagyon népszerű a magyar turisták körében. Miért? Miért pont az? Gyönyörű. Amiért nagyon szeretik a magyarok, és azt mondom, hogy egyre jobban kezdik megszeretni és megismerni, szerintem Mexikó egy picit háttérbe szorult a többi Karibi-szigethez képest, viszont ami pozitív a többi Karibi-szigethez képest, azon kívül, hogy ugyanolyan gyönyörű tengerpartja van, ugyanolyan kedvesek az emberek, nem a rum, hanem mondjuk a tekila folyik patakokban, de ami nagy előnye a Karibi-szigetekhez képest, az az, hogy sokkal több mindent lehet csinálni. Tehát amíg egy Karibi-szigeten szó szerint van katamaránozás és tengerpartozás, addig Mexikó egy hatalmas ország, történelmi múlttal, maja kultúra, olmék kultúra, tehát őslakos kultúra az egész országon belül, a Yucatán-félszigeten ugye a maja kultúra az, ami jellemző. A világ top 10 legszebb tengerpartja Isla Mujeresen található Mexikóban, szezonális különleges programok vannak, most nyáron a cetszápával úszás megy, tegnap Dalma a kolléganőm cetszápákkal úszott, és gyönyörű videókat csinált, majd meg fogjuk osztani ezeket, és hát a világ új hét csodája, ugye ez a maja kultúrához kapcsolódik, de hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni. Természeti képződmények, szenoték, ez magyarul hogy is van magyarul? Zsomboly. Mindenkit tudni kell, mindenkinek ugye ezt tanítják. Hát egy ilyen mészkő képződmény, ami édesvízű, van amelyik ilyen cseppkőbarlangban úszhatsz, van amelyik ilyen óriási kútkávaszerű. Gyönyörű Mexikó, és változatos, tehát hogy nem csak a tradicionális tengerpart, hanem ennél sokkal-sokkal több. Hú, de kedvet kaptam hozzá, jó? Remélem, ezt sikerül valamikor bepótolni. Mindenképp, ha már ehhez kapcsolódan, hogyha Mexikóba utazom, én vagy bárki magyar turista, akkor miért érdemes veletek felvenni a kapcsolatot? Én röviden annyit mondanék, hogy nem drágább velünk utazni, mint hogyha valaki bérelne egy autót és úgy fedezni fel a Yucatán-félszigetet. Két főre, ha mindent összead az ember, gyakorlatilag ugyanott van, mint egy kis csoportos kirándulásnál. Ugye ez egy picit olyan, mint az utazási irodák is. Miért kell utazási irodákkal utazni? Nem drágábbak az utazási irodák, ami viszont fontos, hogy amíg minden rendben van, addig mindenki boldog. Amint probléma van, na ott jön elő az, hogy kivel utazott az ember, vagy amikor egy adott országba megérkezik, akkor ki van ott, hogy fogja a kezét, hogyha probléma van. És akkor jön a Pink Dreams Tours kommandó, és megoldja a problémát. Nem csak mi, én itt azt mondom, hogy bármelyik helyi idegenvezető az adott országban, vagy akár egy utazási iroda, aki ott van az ember mögött, mert a nyaralást az ember pihenéssel akarja tölteni, szórakozással, és nem azzal, hogy ilyen-olyan problémákat oldjon meg, arra ott vannak a szakemberek. Hú, Betty, hát figyelj, nekem mindenképp kedvet csináltál, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy hamarosan sikerül majd személyesen is találkozni kint, Mexikóban, és köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást.